Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Nemrég hazértem munkából, megzonyoztam magam, megrotválkoztam és elvágtam magam szokás szerint. Hiszitek vagy nem? De ebben az elmúlt pár hétben, mióta ugye nem volt, mikor nem volt videó, talán hogyha egyszer vagy maximum kétszer elvágtam magamat, és ma, amint ugye siettem, lehet, hogy azért vágom el magam, mert sietek. És itt az orrom alatt elvágtam magam. Egy picit férzik, amúgy náthás vagyok, a feleségem is náthás, a Davis is náthás, a Lucas most már nem annyira náthás. Megnáthásodtunk, megbetegedtünk. A múltkor a videót, amikor készítettem, a hét közepén készült, és ugye tegnap osztottam meg szombaton, tehát akkor még jól éreztem magad, és azt hiszem, hogy akkor este kezdődött. Na mindegy, egy kicsit náthás vagyok, lázam eddig még nem volt, remélem, hogy nem is lesz. Az időjárás, képzeld el, jó idő volt, visszajött az eső. Mutatom nektek, most ez a kilátásunk, szóval mostanában ezt fogom nektek mutatni, hogy milyen az idő. Ugyanolyan felhős, mint a hét közepén, ami nektek szombat volt ugye tegnapi videó, mert akkor filmeztem azt a videót. Aztán még nem találkoztunk, nagyon sok minden történt nálunk, nagyon sok minden történt velünk. Ugyanúgy szerintem veletek is, ugyanis egy hét alatt sok minden tud történni. Két hét alatt, három hét alatt, négy hét alatt, rettentő sok minden. Meg fogom majd veletek osztani. Az egyik ilyen dolog, amit a videó címében most már biztos, hogy láttatok, összetörött a laptopom, ugyanis a feleségem ledobta. Nem azért dobta le, mert mérges volt rám, legalábbis remélem, hogy nem azért dobta le. Ugyanis elmentem reggel dolgozni, képzeld le, csörgött a telefonom reggel 7:30-kor, feleségem hívott, és azt mondta, hogy van egy rossz híre, te. Hát én egy picit mérges lettem, nem is tudom, hogy kire. Végül is azt mondta, hogy nem az ő hibája volt, mert a laptopom az asztalon van. És fogta a laptopot, ez a laptopom, fogta a laptopot, valahogy ledobta. És mivel az a ház, ott szemben, ahol laktunk, ott a lakásban, ugye kő volt, és nem ilyen szűnyeg, amint itt látod, itt mindenhol ilyen szűnyeg van az egész lakásban, körbe-körbe, leesett, és mutatom, hogy milyen lett. Összetörött. Ez a laptopom, ami megvolt körülbelül, megvan, most már több mint két éve. Rettentően szerettem ezt a laptopot. Ihetes processzor van benne, 512 giga ilyen SSD, ugye meghajtó, 16 giga RAM, 2 gigás videókártya, én rettentően szerettem, 15 incses, szerkeszteni nagyon könnyű volt rajta, és ilyen lett. Itten megütöttek, látod? És nem ez a probléma, mert attól még ugye lehetne használni, így is lehet mondjuk használni, egy kicsit most így lafog, tehát nem csukódik be rendesen, hanem végülis a képernyőjével van gond, mutatom neked. Na várjál, azt hiszem ki van kapcsolva. Nem, be van kapcsolva. Mutatom a képernyőjét. Meg van neki így repedve, vagy én nem tudom, innét föntről. Kamerán én azt hiszem, hogy annyira nem lehet látni, ugyanis ide nekem, hogy élőben rosszabbul néz ki. Na nem fókuszálok. Egészen innét, ide lefelé meg van repedve, és egy idő után, hogyha sokáig nézed, ilyen folyadék elkezd innét jönni, és ilyen lila kezd lenni. Itt a csík mentél belilul, mindent csinál. Egyszer vagy kétszer olyan is előfordult, hogy ez a része a képernyőnek, hol van? Elment sötétbe, ilyen szürkébe, és nem láttam semmit egy pár másodpercig, aztán visszajött, és ez a laptop jelenleg el van adva. Én is eladtam ezt a laptopot, töröttként, alkatrészként, nem tudom, mit csinálok vele, nem fizették még ki, majd azt mondták, hogy jövő héten szerdán már akkor kapnak fizetést, úgyhogy reméljük, hogy ez így lesz, ugyanis mondom, hogy mi történt. Képzeld el, hazajöttem a munkából a héten valamelyik nap, és várt egy csomag itt a konyhába. Nem tudtam, hogy mi az, ugyanis a feleségem valami más csinált, én hazajöttem, nézegettem, gondoltam, hogy kibontom, mert rajta van a nevem. Kibontottam, és nem hiszed el, hogy mi volt benne. Most már lehet, hogy tudom, mi volt benne, vagy sejted. Nem más, mint egy vadonatúj MacBook Pro, ez a laptop. Na gyere, itt a Davis is, látod? Mutatom neked, itt van. Ide raktam. Jelenleg, ha használom, ide kiteszem, hogyha nem használom, akkor itt el van téve. Ez az a fajta, amit ha kinyitasz, már egy kézzel próbálom megfilmezni. Itt van rajta egy ilyen touch bar, látod itt fönt? És várjál, belépünk. Beléptem, csak egy kézzel nehéz, és ugye itt van egy ilyen nem tudom micsoda, egy ilyen, amit lehet így nyomogatni, attól függ ugye, hogy mit csinálsz, például behozom a böngészőt, akkor látod, itt megváltoznak a dolgok rajta. Ez is egy i7-es processzor van benne, 512 giga, ez az SSD, 16 giga RAM, 2 giga videókártya, tehát egy nagyon picivel jobb, mint az a régi laptopom. Ami képzeld el, furcsa az egészben, nem az, hogy furcsa, de nem a feleségem vette nekem, képzeld el, nem a Lucas, nem a Davis, hanem az
Öcsém, képzeld el, az öcsém meglepett egy ilyen laptoppal, el nem tudod képzelni, hogy én mennyire boldog voltam, amikor hazajöttem, kivontottam és megláttam ugye, hogy mi van benne. Nagyon meglepődtem, és azóta ezt a számítógépet használom, rettentően szeretem, nagyon vigyázok most erre, legalábbis én mindig is vigyáztam rá, de most már a feleségem is még jobban vigyáz, mint eddig. Most minden este elpakolom oda fel, hogy a Davis ne érje el. Ezért akarok egy számítógépes asztalt venni, valószínűleg oda be vagy valahova, és el akarom tehát úgy tenni a dolgaimat, hogy a Davis ne érje el, még véletlenül se tudja ugye lehúzni. Mit találtál? A Daddy, ott a Daddynek a telefonja, látod? Mindenhova hagyja széjesz a felé. Ezen van legalább egy ilyen védő, látod, hogyha leesik, akkor legalább sok baja nem lesz, ha csak nem így esik. Szóval ez az egyik dolog, ami történt velünk, összetörött a laptopom, de az öcsém vett nekem egyet. Ahogy mondtam, te, én annyira meglepődtem, meg annyira megörültem neki, azt el nem tudod képzelni. Úgyhogy, ami jelenleg most nem más csinál, mint készülődünk, ugyanis megyünk. A Davis az már készülődik, ahogy látjátok. Húzza a cipőt, csak nem az övét, hanem a Lukaszét. Miért a Lukasz cipőjét húzod? Hm? Nyuszi, az nem a te cipőd. Gyere, nézzük, hogy mit csinál a Lukasz, ugyanis ő benn van hátul a szobában a számítógép. Ez ugye az előbb ebédeltünk, épp hogy csak befutott, és nem tudom, azt hiszem, hogy pakol, ugyanis szombat van. Ott alszik a szüleimnél. Na, szárbusz! Nem mehetek be, mert azt mondta, hogy filmesztelen, mondta. Látom, hogy filmesztelen, és takarja magát. Te! Na mindegy, sok más érdekes dolog is történt velünk, majd megosztom veletek. Mit csinálsz? Jaj, te! Amúgy arra gondoltam, hogy ezt a szobát egyelőre kicsit kiürítettük, és lehet, hogy ide megy be a számítógépes asztal. A Davisnek a játékai, jelenleg itt van 1-2, a játszószobája ugye ott van elől, de lesznek itt játékai velem, lesz egy doboz, egy ilyen nagy-nagy doboz, oda pedig belerakjuk minden este, mikor nem használja, tehát nem lesz ilyen nagy rendetlenség. Eddig én ezt találtam ki, hogy ti mit írtatok nekem a tegnapi videóról, hogy hova kéne rakni az asztalt, még nem tudom, ugyanis a videót most osztottam meg nem olyan régen. Úgyhogy én ezt most gyorsan itt lezárom, és elteszem, hogy nehogy véletlen még valaki ugye ledobja, ide leteszem, látod? Úgyhogy most összeszerelőzünk, kifújom az orrat, mert azt mondom, hogy kezd csöppenni, aztán elindulunk valamerre, hogy hova, nem tudom, be kell menni a boltba, azt mondta a feleségem, kell nézni függönyt, lehet, ja? Mit? Mi van ott? Mi? Ja, az irányító. Ugyanis akarunk rakni ilyen függönyt ide, de nem eléje, hanem mögéje. Meg oda is, meg lehet, hogy ide. Tehát olyan függönyt, hogy méterre lehet venni. $4 képzeld el méterre. Ez a 75%-ban nem engedi át a napot, a hideget, a meleget. És valamiért akarunk venni, vagy megnézni, hogy mit tudnánk lecsinálni. Mert lehet, azt fel kell szabni, vagy le kell vágni. Na minden, ma meglátjuk. Hogy ezt fogjuk ma megnézni, ha nem ma, majd holnap. Aztán, amit akartam mondani, a konyha! Meg tudom mutatni a konyhát, bár nem, mert még mindig van rendetlenség, de lehet, hogy láttátok. Itt van a konyha, és így gyorsan mutatom nektek, a rendetlenséget takarom a kezemmel. A Davis ott van. Amúgy képzeld el, a sütőnk, ékmus sütőt rajta a feleségem, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit olyan koszos. De látod milyen? Érintőgombos. Én érintőgombos sütőt, én nem hiszem, hogy láttam volna. Tehát nincs rajta ilyen kapcsoló, meg tekerő, meg mindenféle fajta dolog, hanem így nyomogatni kell, és megérinted. Mostanában minden érintő gombosak. Számítógép, ahogy láttátok, az iPad, minden. Na minden! Közben tényleg fújom most már az orromat, meg nézem hát, ha még mindig vérzik. Talán most már eláll, és elindulunk! Készen vagyunk, bennünk az autóba, hogy látjátok, hogy itt a Lukasz is. Szervusz! Még mindig esik az eső, úgyhogy állunk ki a garázsba. Erre a garázsra figyelni kell, ugye két oldalt van ilyen tégla valami, látod, és figyelni kell, hogy nehogy a tükör neki menjen. Most már elég jól betoktolatni még este is. Kezdek hozzászokni. Na várjál, csak le kell zárni a garást. Itt a távkapcs. Nézzük, záródik, nem záródik. Miért nem záródik? Amúgy ez az időjárás, mutatom neked, látod? Meg olyan szép időnk volt az egy-két napban. Na várjál, lehuppanunk! Itt a Lukasz iskolája, látod? Innét átsétál a Lukasz, és már ott is van. Csak egy perc. Milyen egy perc? Körülbelül 5 másodperc. Még mindig tartunk a függönyboltba függöny nézni, aztán Lukasz valamit kapott, vagy kapott, akart. Biztos, hogy ismeritek, vagy ismeritek, vagy nem ismeritek? Lukasz, mi az? A fidget spinner. Így kell pörgetni, látod? Mutasd a kamerához, nem lehet látni. Így pörög, és elengeded, akkor meg kell tartani az ujjadat, ugye? Úgy.
És az iskolában jelenleg mindenkinek ilyen van, már nem, most már betiltották, ugye azt mondtad? Betiltották, de mindenkinek ilyen volt egész héten, két hétben. Ami már régóta van, a YouTube-on már rettentő régóta láttam ezeket a förgettyű valamit. Ami ilyen csapágy van benne, én azt hiszem három csapágy, meg középen egy, és az pörög össze-vissza. Van mindenféle fajta színbe, általában 5 dollár, legalábbis Lucas azt mondta, kifogytak mindenhol, képzeld el, minden boltokba kifogytak. Tegnap egy helyen láttunk, nem többért adták, mint 15 dollárért. Úgyhogy a Lucasnek volt saját ilyen zseppénze, azt mondta, ő neki akkor is kell. Úgyhogy ráköltötte a zseppénzét erre a csapályra, három csapályra. Mindig van ilyen jön meg megy dolog, ugye? Nem tudom, nálatok is van most már ilyen, vagy már kiment a divatból? Vagy nem is volt? Na minden, gondoljátok, írjátok ide a videó alá. Úgyhogy mi menjünk még mindig függönyt nézni. Mit? Van egy ilyen, hol nem is van három, csak kettő van benne. És nagyon gyors megy, és nagyon pici. Igen. Na, minden, van több fajtában is. Na, mi a helyzet? Jössz? Na, gyere! Közben elállt az eső. Ugyanis esett, tiszta víz, amúgy minden. Ezt levehetted a kucsmát, mert nem esik az eső. Na, gyere, add a kezedet. Esik. Hopp, esik, de hogy esik? Hideg. Hideg, nem esik. Na, gyere, ugorjál. Ups. Opa! Na, két fó. Úgyhogy most elmegyünk be, aztán veszünk kenyeret, meg tejet, meg amit kell. Mit? Why? Miért? Azért, mert kell venni, azért. Why? Ja, aj te! Na, kell venni egy ilyen képet. Nem ilyen képet, valamilyen képet. Ilyen krikszikraxis képet az egyik falra. Mi, Lucas? Mi van, párnát nézünk? Ilyen szőrös párna. Gyere, menjünk tovább. Kell egy pár dolgot a falra, kell egy lámpát is, aztán hogy majd vennünk. Azt mondja, elvesztettük a mamit. Hol a mami? Hol hagytuk el a mamit? Nem tudom. Nem tudod. Nézd, párna. Hát nem a legszebb ez a párna. Talán még ez. Nem tudom, hogy ez is menni az ágyon, vagy nem. Ja, piló, párna. Hozzáérkeztünk, ahogy látjátok, csak közben lement a nap. Sötét lett kint. Nem vettünk függöny, nem vettünk, és nem találtunk olyat, amit szerettünk volna, de majd meg fogjuk nézni valószínűleg, hogy máshol is. Próbálok, nem tudom hova menni, valahol menni, ahol van fény. Itt egy olyan furcsa, ugyanis ugye a másik házba hozzászoktam, hogy hol videózok, hol nem videózok. Itt meg ahogy látjátok, hogy csak megyek körbe-körbe, és nem tudom, hova kéne állni, hogy jó fény legyen. Valószínűleg a csillár alá. Amúgy kellett venni ilyen lámpákat, képzeld el, ilyen lámpákat, nem látod az égőt. Olyan nehéz volt találni, komolyan mondom, és ilyen kisebb a bemenetje, vagy a kimenetje, vagy nem tudom. És mutatom, hogy miért találtunk, egyfajtát találtunk, aztán lehet, hogy senkit nem érdekel, de azért megmutatom nektek. Ilyen van benne, nem látni, a kamerán nem látni. Ilyen sötétebb, ilyen tejszínű, vagy nem tudom milyen színű a másik. Egyetlen egyfajtát találtam, ami nem tejszínű, már világosabb. És kettőt vettünk, ugyanis még innét is hiányzik, amit tényleg nem láttok a kamerán valószínű. Vagy lehet, hogy csak én nem látom az LCD-m. Na mindent. De ahogy mondtam, még egy pár dolgot kell venni, közben a Davis az eszik, vacsorázik, meg valamit nyomkod, és valami nem tetszik neki. Hát ahogy mondtam, még egy pár dolgot kell venni, főleg képeket. Amúgy a Hello, szia, szevasz táblát, nem táblát, képet? Nem tudom, hova kellene rakni. Valószínű, hogy oda rakom, ahova megy majd a számítógép. Először ide gondoltam ugye erre a falra, de hogyha a számítógép oda bemegy, abban a szobában, akkor lehet inkább oda teszem, és ott fogom kezdeni ugye a videókat. Majd meglátjuk. Hogy mindenkinek meg szeretném köszönni, akik nézték a videót, a tegnapi videót, ugye a szombatit, ugyanis most néztem, több mint 4000-en megnéztétek, elég rövid idő alatt. Mindenkinek meg szeretném köszönni, akik visszajöttek a csatornára, és továbbra is ugye nézik, vagy nézni fogják a videókat, legalábbis reméljük. Lesznek majd érdekes videók, főleg egy kicsit később, ugyanis mivel itt van ez a folyó. Tehát terveztük, hogy veszünk egy ilyen kisebb csónakot, vagy ladikot, vagy valamit, ami ugye motorral működik, hogy ki tudjuk menni itt a folyó részre, megnézzük a házakat, mármint mi már láttuk, de megmutatjuk ugye nektek is. Kimegyünk a rendes vízre is, ahol ki szoktunk kajakozni, ugyanis itt ki lehet menni, elég rövid idő alatt oda lehet érni, nem kajakkal, ilyen motoros csónakkal, és fogok arra is készíteni majd többfajta videót, vizes videót, még nem vizes videót, de a videók nem tudom, hogy lesznek egyelőre. Lesznek szombaton és vasárnap. Hétköznap lehet, hogy csak egy videó lesz szerdán, és tehát heti 3 videó lesz. De majd meglátjuk. Lehet, hogy heti ugyanúgy 4, tehát minden másnap, vagy lehet, hogy minden másnap, harmadnap.
Tehát ahogy mondtam, szerdán, meg a hétvégén. Hétvégén biztos lesz, meg hétköznap minimum egy biztos, hogy lesz. Majd meglátjuk, ugyanis még sok mindent el kell intéznünk, sok helyre kell mennünk, meg mindenféle fajta dolgot, majd lehet, hogy megmutatok nektek egy pár dolgot, hogy beszélek róla, de mindent ugye a videóban nem akarok beletenni, de majd meglátjátok. Úgyhogy ezt a mai videót én itt most befejezem, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, ahogy szoktam mondani, sziasztok!